Nordic walking a sífutásból ered, tehát eredetileg ezt sífutó száraz edzésre találták ki, és aztán szakadt le, és tulajdonképpen azóta ér így külön világát. Ezekkel a botokkal mi toljuk, lökjük magunkat, tehát a haladást segítjük. Mi nem csak lábból gyalogolunk, vagy lábból kocogunk, vagy lábból tesszük ezt a sportot, hanem aki jól nordic walkingozik, annak nyaktól lefelé nincs olyan izom a testén, ami nem mozdulna meg. Azt meg kell tanulni, tehát ennek van egy speciális technikája, és ezt egy néhány óra alatt, meg egy kis gyakorlással el lehet sajátítani, hogy jól csináljuk, ugye más annyiban, hogy a felső testünket sokkal intenzívebben használjuk, mint hogyha nincs bot a kezünkbe. Ez egy sportteljesítmény. Ezt el kell, hogy mondjam, amikor elkezdtem, akkor egy kicsit kétkedtem, hogy hát majd sétálgatunk az erdőben, de nem erről van szó. Itt komoly emelkedőket megyünk, és jó tempóban. Tehát nekem sportteljesítményként is kifejezetten megfelel és kihívás. Ez egy sporteszköz. Tehát ezt a két botot ugyanúgy meg kell tanulni használni, mint egy teniszütőt, vagy egy kettlebellt, vagy egy bármilyen más sporteszközt. Természetesen nem arról beszélek, amikor valaki már nagyon idős vagy valami, és csak az egészsége miatt eljön egyet sétálni, de azok az 40-es, 50-es, 60-as, 70-es aktív emberek, akik még igenis tudnak, akarnak, őnekik ez egy sporteszköz, és egy sporteszközt meg kell tanulni, hogy hogy kell helyesen használni, azért, hogy azt a pozitív hatását, amit a Nordic Walking mint sport tud, azt kifejtse. Pontosan 8 évvel ezelőtt a legifjabb leányom születésnapi ajándékként befizetett engem egy ilyen bevezető foglalkozásra. Nekem nagyon megtetszett ez, úgyhogy én azóta rendszeresen hetente kétszer biztos, kett csütörtökönként, ha lehet, még szombaton is eljövök. És jó, hogy az Andrással, mert ha egyedül mennék, akkor azért nem biztos, hogy a harmadik dombra is fölmennék. Az erdő a csodás, és nyilván főleg most, hogy egyébként otthon ülünk a négy fal között, ez nagyon sokat jelent. A másik a közösség, hogy közösségben együtt csinálni valamit, az mindig jobb, mint egyedül. A harmadik meg az, hogy szerintem gyaloglásra vagyunk teremtve, erre vagyunk kitalálva, tehát hogy ez egy olyan természetes mozgás, ami csomó boldogsághormon termel, meg nagyon jót tesz a testnek, léleknek, úgyhogy szerintem ez a három dolog együttállása benne van ebben a sportban. Gyönyörű tájakon járunk, az évszakok változásának az élménye, az erdőben sportolás élménye különleges. Nincs olyan, amikor nem szép az erdő. Nem az elfogultság beszél velem, hát ugye én most már a 78. évemet taposom, és már korábban mindig sportoltam valamit, sohasem élsportolói szinten, de mozogtam állandóan. Viszont az orvosok sorra ajánlottak el a kosárlabdától, a tenisztől, és ez a Nordic Walking, ez viszont kíméli az ízületeket. Itt lehet lassabban menni, lehet gyorsabban, kinek mire van ereje, képessége, kedve, ezért tudom mindenkinek, hogy ez kortalan. A legfontosabb, amiért szeretjük, és ami nagyon jótékony hatása van, hogy 30-40%-ban kíméli az ízületet. És teszi ezt úgy, hogyha ezt sporteszközként használjuk, akkor körülbelül 30%-kal nagyobb a zsírégető hatása, mint a kocogásnak. Tehát nem mint a sima gyalogásnak, hanem mint a kocogásnak. Ez mind a kettő igaz, de ehhez kell jól használni ezt a két kis botot. Pont ez benne a fantasztikus, hogy aki fiatalabb, akkor egy gyorsabb tempót diktál magának, egy idősebb pedig azt mondja, hogy nekem az a fontos, hogy megmozgassam az összes testrészemet, de ő is talál kihívásokat, vagy a táj szépségét, vagy szoktunk kirándulni gyönyörű helyeken. Itt olyan helyeken jártam, én itt lakom Budán, most már nagyon hosszú ideje, hogy nem is tudtam, hogy léteznek. Én imádom. Felfedezték az emberek újra a természetet. Újra kijönnek, újra itt vannak, és ebben a természetben való mozgás, legyen ez egy kocogás, egy terebiciklizés, vagy egyszerűen csak egy baráti séta, de ami 2-3 órás, vagy meglátogatni egy híres várat, egy romot, egy kastélyt, egy bármit. Emellett ezek a botok úgy mozgatnak meg, hogy közben jó levegőn vagyok, és ami azért nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a 1,5-2-3 méteres biztonsági távolságot meg tudom tartani a többiektől, akárha kisebb csoportba végzem, akárha egyénileg, és ki tudom kerülni az embereket.